Kántás Balogh József évtizedek óta hajléktalanként járja az országot. Jelenleg Nyíregyházán él, az oltalom szeretett szolgálat átmeneti szállásán, itt figyeltek fel a fotóira. Az intézmény vezetője, Laborci Géza egy rendezvénysorozatot tervezett, aminek első állomása Kántás Balogh József fotókiállítása. Azért jött létre ez a kiállítás egy hagyományteremtő szándékkal, hogy a ránk bizott hajléktalanok, nehéz élethelyzetben lévő emberek értékeit meg tudjuk mutatni, hogy azt a sztereotípiát, hogy aki nehéz élethelyzetben van, az valahogy passzív, vagy nem rendelkezik szép érzékel, elveszti az emberi tulajdonságait, hogy megmutassuk éppen Kántás Balogh József képeinek a segítségével, hogy ez mennyire nem igaz, hogy emberek, akik hosszú időn keresztül vándoroltak, hajléktalanságban, sokféle nagyon nehéz élethelyzeten keresztül mentek, egy fényképezőgéppel a nyakukban, lám, milyen szép, másokat is gyönyörködtető alkotásokat tudnak létrehozni. A kiállítás január közepéig lesz látható a Bújai téri közösségi házban, ahol az ellátottak által kézzel készített ünnepi díszek megvásárlásával támogatni is lehet az oltalom szeretett szolgálat működését. A tárlat anyagát Csutkai Csaba, nyíregyházi fotóművész válogatta össze. Óriás mennyiségű darab számból kellett 30 darab, közel 30 darab fotót kiválasztani. Ez a feladat nem is az a nehéz, hogy ezerből, hanem megtalálni egy embernek azt az arcát, ami igazából vissza tudja tükrözni, hogy igen, nem hivatásos fényképészként vagy fotósként, ő hogy tölti az idejét, mi az, ami a szívéhez közel áll, a lelkéhez közel áll. És ezeket a képeket próbáltam én úgy összerendezni, nem volt ez olyan nagyon-nagyon ördöngős feladat, hogy igen, a képei között a természeti képeket, a tárgyfotóhoz közeli dolgokat, a tárgyfotókat értsük az ott, hogy a gépkocsik, kocsik témakörében, vagy pedig a városrészet bemutató is néhány ember ábrázolásról kapcsolatos képeket válogattam össze. A fotózást a 70-es években, az analóg korszakban kezdte Kántás Balogh József, aki elmondta, a digitális technikának köszönhetően mindig magánál tarthatja a gondosan rendszerezett fotóit. Ez az első fénykép. Kiállítása. Körülbelül ez 15-20 éve, hogy azon voltam, hogy legalább egyszer legyen egy kiállítása. Mai nap történt ennek az öröme. Kántás Balogh József a megnyitón elmondta, jelenleg átmeneti szállón lakik Nyíregyházán, ahol a fotózás segít neki abban, hogy távol tartsa magát a rossz társaságtól és elkerülje az előforduló vitákat.